A Szarvasi Vízi Színházba érkezett az Egri Gárdonyi Géza Színház a Szerelem Ó című darabbal. Blaskó Balázs a színház igazgatója, és egyben ennek a darabnak a rendezője. Arra kérem, hogy mutassa be a társulatát, a Gárdonyi Géza Színházat. Szeretettel köszöntöm a televízió nézőit. Nagy örömmel jöttünk ide Szarvasra, és már nem először, hiszen a Gárdonyi Géza Színház tánc tagozata, a GG Tánc Eger Tánc Együttes már a tavalyi évben is vendége volt a Szarvasi Nyárnak, és nagy sikerrel játszottak, sőt, még fesztiváldíjat is nyertek, amire nagyon büszkék vagyunk mindannyian Egerben. És idén most már nem csak ők, hanem a prózai tagozat is eljutott, éppen a mai estén, ugye, a Möri Sízgál Szerelem Ó című vígjátékát játsszuk. Ez egy három személyes darab, tulajdonképpen négy, mert van egy meglepetés személy is benne. A személy talán túlzás, egy kutyusról van szó. Úgyhogy egy nagyon kedves, kicsit talán Woody Allen világát idézi a darab. Egy pici, hogy is mondjam, morbid humor is van a darabban és az előadásban, amelyet természetesen próbáltunk felerősíteni. Társulatunk élén én 2011. február 1-je óta állok, tehát gyakorlatilag 2,5 éve. Ez a második teljes szezon, amelyet én fejeztem be a társulattal, amely megújult, ez már a tánc tagozat létében is megnyilvánul, amely teljes egészében újjáalakult, 12 új fiatal színész szerződött tavaly, a tavalyi év elején a színházhoz, mármint a tavalyi évad elején a színházhoz, és azt gondolom, hogy egyre inkább bontja szárnyait és mutatja oroszlán körmeit az egyre inkább összeérő társulat. Idén egy nagyon sikeres évadot zártunk, talán a kedves tévénézők is értesültek arról az országos sajtóból és a médián keresztül, hogy nagyon sok probléma volt körülöttünk, gazdasági problémák, a megyénket ért adósságrendezési eljárás bennünket is sújtott. Ebből most már lassan kezdünk kikecmeregni, és kezdünk egyenesbe jutni, úgyhogy rendeződtek a körülmények, az anyagi és művész értelemben is a körülmények között körülöttünk, amely öröm, boldogság és tulajdonképpen remény a jövőt illetően. A szakmai munkájukat egyébként ezek a problémák, bonyodalmak mennyire nehezítették meg? Hát alapvetően, hiszen ez az első év, azaz 2013 májusa, amikor időben tudtuk meghirdetni a műsortervünket, és tudtuk elkezdeni az ezzel kapcsolatos bérletárosítást. Ez tavaly és tavaly előtt csak június végén, tehát mostani időpontban sikerült, amely természetesen meglátszott az éves bérletezésen és a bérleteladásunkon. Ez most helyére került, tehát gyakorlatilag már most nagyon szép eredményeink vannak a bérletezés terén. Egyébként az elmúlt évadban, a mögöttünk lezárt és mögöttünk lévő évadban közel 20%-kal tudtuk növelni bérletes nézőink számát, és ugyanígy a spontán jegyvásárlók száma is növekedett. Ugye Eger egy viszonylag kisváros, 55-56 ezer lélekszámú, tehát talán az egyik legkisebb színházzal rendelkező, kőszínházzal, mégpedig kiemelt kategóriás kőszínházzal rendelkező vidéki színház. Ugye körülbelül Veszprém lehet az a nagyságrend, bár ott is 60 fölött van a lélekszám, de körülbelül az a nagyságrend, mint mi, viszont ott a kistérség sokkal nagyobb, sokkal tágasabb, hiszen a Balaton felvidék nagyon sok nézőt ad. Nem csak nyáron, hanem télen is, hiszen ugye Almádi, Füred, Tihany, Ajka, hogy egy kicsit távolabb menjünk, vagy Pápa, akár Székesfehérvár is abba a vonzás körzetbe tartozik. Mi nem tudunk ilyennel büszkélkedni sajnos, ezért sokkal nehezebb az életünk, de meg vagyunk, küzdünk, és azt gondolom, hogy a jövő is nekünk dolgozik. Milyen darabokat visznek színre? Mi a koncepció? Miket helyeznek előtérbe? Nos, az igazság az, hogy egy vidéki színház tulajdonképpen csak népszínházi küldetést teljesíthet, hiszen egy színházról van szó a városban és a kistérségben, meg a nagyobb térségben is, és minden közönségréteget meg kell próbálnunk kiszolgálni, szolgálni és kiszolgálni. Éppen ezért nagyon sok műfajt játszunk. Tehát az operettől, a zenés vígjátékon, a táncon keresztül, a tragédián, a középfajú színműveken keresztül mindent. Na most ezen belül kell megtalálnunk egy arculatot. Ez nem könnyű.
Az első évadunk az talán egy picit borúsabbra sikeredett. Három olyan pillérművet mutattunk be 2011-12-es színházi évadban, amely ugyan sikert aratott, de a közönség véleménye az volt, hogy derűsebbet szeretnének. A közönség véleményét meg kell hallgatni. Hallani kell, és meg kell hallgatni. Én egyébként minden előadás előtt ott vagyok a nézőtéren, az előcsarnokban beszélgetek a közönséggel, kikérem a véleményüket, kihelyeztünk egy közönség számára egy vendégkönyvet, amelybe beírhatják véleményüket, kitettünk egy urnát, hogy a gondolataikat papírra vetve dobhassák, és ezeket erre mi figyelünk. És azt gondolom, hogy már az mögöttünk lévő évad, amely már egyfajta derűsebb képet mutatott, és az előttünk lévő, a 2013-14-es pedig még inkább ezt a fajta nyitást, ezt a műfaji nyitást is fogja mutatni és tükrözni, hiszen olyan új műfa is színre kerül, mint az interaktív bűnügyi vígjáték például, a Hajmeresztő című Paul Portner darab, amelyet Besenci Árpád rendezés játssza a főszerepet is benne, de lesz képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, lesz Hippolyta Lakály, lesz Csongor és Tünde, és természetesen szeretnénk a Gárdonyi évhez, hiszen Gárdonyi Géza névadónk 150 éve született, is kapcsolódni, mégpedig Gárdonyi Géza Annuska című vígjátékával, amely tulajdonképpen egy zsáner darab, egy népszínműszerű zsáner darab, egy kedves bájos vígjáték, és természetesen lesz padlás, amelyet a szerzők 9-től 99 éves korig ajánlanak, és lesz gyermekdarabunk, a Holle anyó, a padlás pedig szintén ugye a gyermekeknek is szól, és azt gondolom, hogy a stúdió programunk, amelyet összehangolunk a kőszínházi programunkkal, a nagyszínpadi programunkkal, is tartogat majd ilyenségeket, hiszen szeptember 28-án mutatjuk be Kocsis István remek új kortárs magyar darabját, Németh Lászlóról és hőseiről szól, a Fény éjszakája címmel. Úgyhogy azt gondolom, és tánc stúdió előadásaink is lesznek, a Csongor és Tünde előadásunk szintén tánc formában is megnyilvánul majd, hiszen a prózai szereplők mellett mindenkinek lesz táncos alter egója is. Úgyhogy egy nagyon-nagyon érdekes, sokrétű, sokszínű, változatos programmal próbálunk a közönség kedvében járni. Egy-két darabot illetően ugye említette, hogy a gyermekkorosztályt és az ifjúsági korosztályt is próbálják megszólítani, de kifejezetten például ifjúságnak szóló bérletrendszerük van-e? Hiszen ugye a 13-14-15 évesek azok, akiket talán még inkább be kell tudni csábítani a színházba, hogy ugye később ők legyenek majd a törzsnézők. A gyerekeket talán könnyebb most még bevinni, de ezt a korosztályt meg tudják-e szólítani? Igen, tulajdonképpen nagyon sokfajta bérlet konstrukciót próbáltunk bevezetni, és ehhez kapcsolódóan egy éven keresztül zajló úgynevezett támopos pályázatot is bonyolítottunk, és bonyolítunk még mindig, hiszen 2012. októberében kezdtük, és 13. októberében fejezzük be ezt a programot, amely ugye hát a Társadalmi Megújulás országos programja, és ezen belül létrehoztunk egy olyan kifejezetten a fiatalok és az említett korosztály számára egy Ádámok és Évák címmel, a már ismert, ugye hát a Madács az ember tragédiája műnek a feldolgozása ez. 10 egri iskola, egri középiskola, több mint 200 diákja vett részt a programban és vesz részt a programban, akik május közepén számot adtak tudásukról, és egy héten keresztül voltak vendégei színház, és május 17-én volt egy bemutató ebből, ahol a mű 15 színét egri diákok vitték színre, és azt gondolom azokból a visszajelzésekből, amelyeket az iskolákból, a tanároktól és a diákoktól is kaptunk, hogy bennük megtaláljuk azt a közönség réteget,
amelyet viszonylag nehéz volt az elmúlt időszakban megszólítani. Így, hogy eléjük mentünk, és ennek a programnak nagy része az iskolákban, a gimnáziumokban zajlott, és a végjáték volt csak a színházban. Így nagyon nagy kedvet csináltunk, azt gondolom, a fiataloknak, és nagyon nagy koncentrációval, nagyon nagy figyelemmel és odaadással vettek részt ebben a programban. Azt gondolom, hogy ez az irány, és a másik irány, amit a legkisebbeknek választottunk, ez pedig az Árgyélus királyfi és a Tündér Ilona mesekör feldolgozása, amely tudva levőleg a Csongor és Tünde, hát hogy mondjam, mese előzménye. Tehát Vörös Marti erre építve írta a Csongor és Tündét. Őket pedig szintén ennek a mesekörnek a feldolgozásával próbáljuk majd beépíteni a készülő Csongor és Tünde előadásunkba. Tehát a Csongor és Tünde sem kifejezetten felnőtteknek, hanem a legkisebbektől a középiskolásokon át a felnőttek számára is készül. Hogy magyarázzam ezt a gyermeket, mint hogy egy szakadék szélének konszolnál, hogy is kényszerítenének, hogy nem érzik.